Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a lelkedben. Ezt a szentmisét egy testvérünkért ajánlom fel, aki öngyilkosságot kísérelt meg és életben maradt. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen minket az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Isten, a te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. Add kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében. Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében. Az Isten félő előtt
lakjanak jól. Áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mind örökké. Dicsérlek téged, Istenem, szent néped köré. Akik a porba visszatérnek. Dicsérlek téged, Istenem, szent néped körében. Megél az én lelkem, és neki fog szolgálni nemzetség. Igazságát hirdessék a születendő népnek, mindezt az Úr cselekedte. Dicsérlek téged, Istenem, szent néped köréled. Legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül megszólalt valaki. Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában. Jézus a következő példabeszéddel válaszolt. Egy ember nagy lakomát rendezett, sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és ezt üzente a meghívottaknak. Jöjjetek, minden készen van. De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente, földet vettem, el kell mennem, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, ki kell próbálnom, kérlek, ments ki engem. Egy további így szólt, most nősültem, nem mehetek. A szolga hazatért, jelentette mindezt urának. A házigazda haragra lobbant, meghagyta szolgájának. Menj ki azonnal a város tereire és utcáira, és vezess be ide a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat. A szolga jelentette. Uram, parancsodat teljesítettem, de még mindig van hely. Az úr akkor megparancsolta a szolgának. Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts be mindenkit, hogy megteljék a házam. Mondom nektek, senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!
tanítása legyen a bűneink bocsánatára. Nem mindenkivel vállalunk asztal közösséget. Vannak emberek, akiket nem szívesen látnánk az otthonunkban, az asztalnál, nem szívesen hívnánk meg. Jézus, az Isten fia, elfogadta a meghívást a farizeus házába, vagyis hajlandó volt közösséget vállalni azzal a csoporttal, akik támadták, csapdát állítottak neki, kritizálták, és aztán a végén életére törtek. De ugyanaz a Jézus elment vendégségbe a leprás Simon házába is, vagy elment Lévi a vámos hívására az otthonába, és együtt lakomázott, nem csak Lévivel, hanem a vendégeivel, akik tisztátalanoknak számítottak, mint a leprás Simon. Közösséget vállalt a tisztákat, magukat tisztáknak tartókkal, és asztal közösséget vállalt a tisztátalanokkal, akiket a tiszták lenéztek, megvetettek és kiközösítettek. Így szeret az Isten, közösséget vállal, elfogadja a meghívást. És fordítva is igaz, Isten meghív bennünket, hogy vállaljunk vele asztal közösséget. Meghív bennünket, azt mondjuk a Szentmisében, hogy boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Ebben a Szentmisében is megteríti az ige asztalát, hirdeti az örömhírt, a jó hírt számunkra, függetlenül attól, hogy kinek mi van éppen most a szívében, mennyire tartja magát igaznak vagy bűnösnek, és meghív bennünket az eukarisztia asztalához is. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Közösséget akar vállalni velünk az Isten, mégpedig személyes szeretett közösséget, amit az asztalközösséggel fejez ki. Így szeret az Isten. Azok, akik nem utasítják el ezt a meghívást. Az evangéliumban arról hallottunk, hogy különféle dolgokra hivatkozva többen elutasították a meghívást, és akkor a gazda elküldi szolgáit, hogy szedjetek össze mindenkit, akit találtok a város terein, utcáin, és hozzátok ide a szegényeket, a bénákat, a sántákat, a vakokat. Meghívja őket, azokat, akiket mások a meghívottak lenéztek, kiközösítettek az asztalához, meghívja őket, hogy közösséget, szeretett közösséget, asztal közösséget vállaljon velük. Így szeret az Isten. És akik elfogadják az hívást, hajlandók egy asztalhoz ülni az Istennel, azok fordítva is meg fogják ezt tenni, nem csak annak az örömét élik át, hogy boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya, ennek a fordítottját is át fogják élni. Boldogok, akik meghívják asztalukhoz Jézust, az Isten bárányát.
mégpedig azokban, akik nem tudják visszafizetni a meghívást, akik nem tudják viszonozni semmilyen formában a szeretett lakomára szóló meghívást. Van még miben növekednünk nekünk, keresztényeknek, akik elfogadtuk Isten szeretett vendégségét, és akik szeretnénk viszonozni ezt a szeretett vendégséget. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, szabad lélekkel, örömteli szívvel, ahhoz ugyanazt a lelkületet kell kibontani magunkban, amely Krisztus Jézusban volt, aki kiüresíti önmagát, lemond a privilégiumairól, aki a kettőről az egyre akar jutni, mert szolgálni akar, mint az Isten, az már érti ennek a krisztusi lelkületnek a lényegét, aki hajlandó megalázni magát. És a megalázás, önmagunk megalázása az nem érzelmi kérdés. Ha a közösséget vállalunk azokkal, akik nálunk szegényebbek, nehezebb sorsúak, szenvednek, az mindig az alázat irányában fog vinni bennünket. És ezt azzal a szabadsággal teszi Jézus is, és teszik azok is, akik megértették az ő lelkületének a lényegét, hogy nem akarnak senki mástól függni, csak a mennyei atyától. Ha legyen meg a te akaratod, az nekik életprogram. Minden helyzetben függni akarnak Istentől, aki a szeretet, aki az irgalom, és aki jelen van. Jézus ma is megteríti a szeretett lakoma asztalát számunkra. Ha megértjük, milyen nagy dolgot tesz velünk az Isten egy-egy szentmisén, akkor követni fogjuk őt, és mi is megterítjük az irgalom asztalát azoknak, akik szenvednek, akik megvetettek, akik rászorulnak, akiket mások kitaszítanak, és láthatóvá tesszük az örömhírt, elérkezett Isten országa, elérkezett Isten szeretet uralma. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Oltárunkon tiszta.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, legyen kedves előtted ez a tiszta áldozat, és árassza ránk bőven szent irgalmadat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk néked, mert nekünk adtad fiadat, Jézust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst. Nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, s az angyalokkal és a szentekkel együtt fölséged dicséretét zengjük. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kiváltképp most, midőn szent fiad, Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet a kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdettük, Urunk, és hitre valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Áld meg Ferenc pápánkat és engem méltatlan szolgádat. Add, hogy az egyház minden tagja és mindazok, akik részt vesznek zsinatunk munkájában, megértsék az idők jeleit, és növekedjenek az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és a vértanúkkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaimnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Oh.
íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk, működjék bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, és a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Most is mindenkor. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldásra az Úrnak. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal, az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, és ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, menjetek elébe! Erre a szüzek mindjárt fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat. Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták. Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt: bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, nem könnyű válaszolni arra a minnyájunkat érdeklő kérdésre, hogy mi a legszebb emberi életünkben. Legtöbbször nem szavakkal, hanem magatartásunkkal fejezzük ki erre vonatkozó véleményünket. Nyilvánvaló, hogy ezek a válaszok nem egyértelműek. Az ízlések különbözők, és a választék is bőséges. Talán nem járunk messze az igazságtól és az evangéliumtól, ha erre a kérdésre, mi a legszebb életünkben, ezt válaszoljuk: várni valakire, akit szeretünk. Milyen szépek a gyermeküket váró édesanyák. Egy gyermek, akit várnak, és egy édesanya, aki gyermekét várja. Milyen szívdobogtató, édes izgalom várni valakit, akinek szívünkben az első helyet szánjuk. Talán legszebb dolog az életben várni valakit, akit szeretünk. A 10 szűzről szóló bibliai példabeszédben Jézusunk is erre figyelmeztet.
A keresztény ember akkor lesz boldog, ha várja azt a Jézust, akit szeret. Jézus szerette és szereti övéit, és megígérte, hogy az ismeretlen jövendő kapujában váratlanul ismét megjelenik. Ezért kéri, virrasszatok, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Napjainkban sokat írnak és beszélnek az emberiség jövőjéről. Egyesek igen sötét, vigasztalan képet festenek róla. Élelmiszerhiány, környezeti szennyeződés, energiahiány, túlnépesedés fenyegeti az emberiséget. Mi keresztények nem vetjük meg a tudományt, és nem tartjuk teljesen alaptalannak e sötét jövendőléseket. De ennél is komolyabban kell vennünk Jézus ígéretét, vőlegénynek nevezi magát, aki az ismeretlen jövendő kapujából toppan majd elénk. Éppen ezért egy hívő keresztény számára nem lehet félelmetes és reménytelen a jövendő, hiszen onnan várjuk annak a Jézusnak érkezését, aki szeret minket. Ahol szeretnek, ott szétfoszlik a félelem fellege. Sajnos azonban az emberiség, de még mi keresztények sem tartozunk mindig az okos szüzek közé. Vajon miért? Mert a vőlegénnyel csak azok találkoznak, azok várják igazán, akik elébe mennek, és olajat visznek magukkal. Vajon mit jelent ez? Mindenekelőtt az, hogy tevékeny várakozásra van szükségünk. Valahogy úgy kell várakoznunk, mint az édesanya, aki türelmetlenül várja hazatérő gyermekét. Ezért kilép a lakásból, sőt elindul az úton, amelyen gyermekének érkeznie kell. A szeretet mindig elébe megy annak, akit szeret. Ő is hozzá akar járulni a mielőbbi találkozás öröméhez. Isten is ezt kívánja tőlünk. Igaz, hogy ő a kezdeményező, ő, aki jön, ő, aki keres, de néhány lépést legalább nekünk is tennünk kell feléje. Aki Jézust nem várja, az nem veszi észre érkezését. Ezért hangsúlyozza, menjetek elébe. Vajon mit jelent ez? Egyszerűen annyit, hogy gyakorló keresztény életet kell élnünk. Nem csak névlegesen tartozni egyházához, hanem részt venni annak minden bújában és örömében. Összegyűlni vasárnaponként az eukarisztia asztala körül, és találkozni vele az imádság és áldozat útján. Ami pedig a legfontosabb, meglátni őt, elindulni feléje, amikor embertársainkban közeledik hozzánk. Hippó városának híres püspöke Szent Ágoston beszéli el. Az egyik vasárnap temploma felé igyekezett, útközben az árok szélén megpillantott egy rongyokba öltözött koldust. Látja, amint kérő nyújtja kezét a templomba igyekvők felé. Egyesek megszánják, mások részvétlenül mennek el mellette. Mindezt látja Ágoston, és prédikációjában nem is hagyja szó nélkül. Testvéreim, ti azért jöttetek ide, a templomba, hogy találkozzatok Krisztussal. Tudjátok meg, hogy mielőtt beléptetek volna a templomba, ti már találkoztatok vele. Krisztus ott üldögélt az árok szélén, az út mentén, és sokan még néhány fillér sem vetettek kalapjába. Pedig tudjátok meg, hogy az a nyomorék, rongyos koldus, az volt a Krisztus. Nem, de jó maga mondotta, amint egynek a legkisebbeknek tettetek, nekem tettétek. A szeretet az evangélium olaj nélkül mi is az oktalan szüzekhez hasonlítunk. Bezárul előttünk az isteni szeretet kapuja.
Mi a legszebb a földi életben? Várni valakire, akit szeretünk, és aki szeret minket. Mi a legszebb a keresztény életben? Jézusra várni. Mi a legfontosabb ebben a várakozásban? Hogy a szeretet olaja töltse meg szívünket, és az evangéliumi élet ragyogjon föl benne. Amen. Köszöntöm a kedves nézőket, Süle Lajos igai plébános vagyok, és a következő percekben az igalhoz tartozó Müsi Szent Háromság templomot szeretnénk bemutatni. Két műemlék jellegű épülete van a illetve nem műemlék jellegű, hanem országos védettségű műemlék épülete van a településnek, a református, illetve a katolikus templom. A régmúlt időben még a századfordulón fele-fele arányban voltak katolikusok és reformátusok a települése. Nagyon sok gyerek van egyébként a települése. A 0-18 éves korúak száma 162. A templomot a Gyulai Gál család építette, még a 1780-as évek körül. A templommal szemben állt a kastély. A kastély szintén a Gyulai Gál családé volt. Környéken több helyen is volt egyébként a Gyulai Gál családnak birtoka. Ők voltak a földbirtokosai a településnek. Település, ahogyan a polgármester úr is elmondta, 12-13. Században nyúlik vissza, Bese, illetve Bőse helységről tudnak a történészek. A mai településtől északnyugatra feküdt Béc település, ez volt Büssü őse. 1514-ben elpusztult a település, 1729-től a Gyulai Gál családnak a birtoka, és ők építették ezt a mai templomot, amiben most vagyunk, 1764-ben. A történet szerint a belső berendezés a pécsi pálos kolostorból való, és a templom, mint említettük, volt Szent Háromság tiszteletére épült. Ami nagyon értékes a templomban, a Dorfmeister freskók. Dorfmeister István festette a freskókat. A szentélyben sajnos tönkrement ez a freskó részlet, mert ugye a több évtizedes beázás után ugye elpusztult, illetve hát a hajóban még látszik ennek a freskónak a szépsége. Jobbra-balra ugye a négy evangélista látható, ezeknek a tatarozás vagy rekonstruálása arra nagyon nagy szükség lenne. Általában itt egy hónapban egyszer tartunk szentmisét, hívek azért jönnek, és a karácsony, illetve a húsvétot még közösen mindig megünnepeljük. Tehát ahol most vagyunk, itt nincsen kripta, hanem külön építettek a templom mellé egy kriptát a Gyulai Gál család. Ide ilyen emléktáblákat helyeztek körbe, amik ugye a 1700-as, tehát miután megépült a templom, attól elkezdve meghaltaknak állítottak emléket. Elég sok felirat van, és látszik a családnak a kiterjedt rokonsága, ugye itten Kronensteinnél báró
Schönborn, Oswald névtől elkezdve mindenféle család megtalálható itt.